potpisujemo sporazum o saradnji koji je opšteg tipa, ali u principu odnosi se konkretno na to kako možemo jedno drugome da pomognemo, a vezano za odlaganje otpada, vezano za zaštitu životne sredine. Mi inače imamo običaj da potpišemo ugovor o saradnji, odnosno sporazum o saradnji sa onim kompanijama, onim preduzećima koji iskažu bilo kakav interes za saradnju sa nama iz raznih oblasti. Međutim, ovaj današnji sporazum je vrlo specifičan zbog toga što je i preduzeće sa kojim potpisujemo specifično. Jeste da se radi o deoničarskom društvu sa ograničenom odgovornošću, izvinjavam se, međutim, poznato je da su vlasnici tog preduzeća lokalne samouprave, a mi smo državna visokoškolska ustanova. I to je jedna stvar. I obično sa ovakvim tipom preduzeća nemamo veliku saradnju. Međutim, obzirom na to čime se oni bave, a to je ne samo odlaganje otpada, nego i prerada otpada, i obzirom na tehnologiju koju koriste, moram reći, to je vrlo savremena tehnologija, a mi, opet s druge strane, imamo tehničke profile iz oblasti mašinstva, mehatronike, informatike, koji u suštini obrazuju neki kadar koji može da radi u regionalnoj deponiji, obzirom na složenost tehnološkog procesa koji se tamo odvija. Jeste da se radi o otpadu, ali vrlo je složeno kako taj otpad da se dovede u neko stanje koje zadovoljava sve standarde vezane za zaštitu životne sredine. Eto, zbog toga smo smatrali da je ovo jedan ovako dobar moment da se obratimo i medijima i javnosti i da kažemo da postoji želja i nadam se da će ta želja da se pretvori i u nešto konkretno i da ćemo i mi moći doprineti razvoju i regionalne deponije, samim tim i doprineti poboljšanja, kažem, čistoće ili urednosti kako Subotica, tako i ostalih gradova, odnosno samouprava koji su ovde na ovoj teritoriji. Tako, to bi bilo ovako vrlo kratko. Da, tako da možda molim njaveniš medija u svodu, nek najnogilo je kod ma regionališ Hurvadik, Tarulu, Gazbeto Asonjavol, Alato do Mirni, jeste zedjik mikadiši megalopidaš, amely abból a szempontból specifikus, hogy nem egy magánvállalattal írjuk alá az együttműködési megállapodást, habár KFT-ről van szó, de ugye olyan KFT-ről van szó, amelyet önkormányzatok hoztak létre. Tudnélik, a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola nagyon sok vállalattal ír alá együttműködési megállapodást, mivel hogy a mi hallgatóink, miután befejezik tanulmányaikat, ezekben a vállalatokban tudnak munkát vállalni. Na most a regionális hulladék tároló egy specifikus intézmény, az, hogy hulladékkal dolgozik, de igen korszerű technológiát alkalmaz mindennapi munkájában, így hát a mi hallgatóink is, illetve azok a mérnökök, akik tőlünk később ugye a munkaszférában munkát próbálnak találni, illetve vállalni. Egy ilyen típusú intézményben vagy cégben tudnak dolgozni, ahol informatikusok, gépészek, villamosmérnökök, mechatronikusok kellenek és dolgozhatnak. Tehát ebből a szempontból úgy gondolom, hogy ez a mai nap egy lehetőség arra, hogy a jövőben, a közeljövőben együttműködve mi a saját tudásunkat, tapasztalatunkat a vállalat számára lehetővé tegyük, rendelkezésre tegyük, és hogy ezzel Szabadka városát és a környező városokat is egy picit tisztábbá, környezetbarátabbá tegyük. Tehát én ennyit szerettem volna mondani.